Boldog percek a Max Rádióban. Max Rádió. A műsor támogatója jobb agyféltek és rajzolás szakértője a Valdorart. www.valdorart.hu. Kedves Max Rádió hallgatók, a Boldog Percek folytatódik itt a Max Rádióban. A mai vendégünk ismételten a Valdorart képviseletében Dologi Andrea. Szia, Andi! Szervusz, köszöntöm a hallgatókat! Nagyon sokat beszélgettünk az elmúlt hetekben a jobb agyféltek és rajztanulásról, de egy kicsit tisztázunk egy-két dolgot. Mi ez a látásmód pontosan, és mit kell fejben csinálni, hogy valósághűen tudjon valaki rajzolni? Oké. Akkor rajzoljunk, jó? Jó. Tudom, hogy nincs most annyi időnk, hogy egy komplet rajzfeladatot megcsináljunk, de elmondok egy rajzfeladatot, és próbáld meg elképzelni, hogy mi lenne a lapodon, ha megcsinálnád. Oké. Jó? Tehát arra kérnélek téged és a hallgatókat is, hogy saját gondoljanak valamit, és rajzolják le az arcát képzeletből. Igen. Mi lenne a lapodon. És hogyha ez megvan, akkor rajzold le saját magadat tükörből. Hú, hogy ez... Hogy néz neki a két portré? Na, itt jön az, hogy... Bocsánat, itt jön az, hogy én a pálcika-pálcika veszőcske, nem is tudom, hogy fogalmaztunk a múltkor, hogy én itt tartok. Nekem ez nagyon nehéz. Gondolom másoknak is. Így van, igen. Mert hogyha meg lenne ez a két rajz, és még ha órákat töltenél el vele, ezzel a két rajzzal, nem csak így képzeletből gondolnánk, hogy mi lenne ott a lapodon. Ugye ezt a tanfolyamon meg szoktuk csináltatni ezt a feladatot. Akkor, és a végén összehasonlítod ezt a két rajzot, nagy valószínűséggel azt fogod látni, hogy a két rajz az nagyon hasonlít egymásra. Tehát, hogy hasonlóan rajzoltad mind a két rajzon a szemet, az orrot, a szájat, és azért hasonlít egymásra ez a két rajz, mert rajzsablonokat, betanult mintákat rajzolt a valóság helyett. Amikor képzeletből rajzolt, akkor tuti a rajzsablonok jönnek elő, hiszen nincs ott az adott ember, akit meg kellene, meg lehetne figyelni. Csak ugye vannak, akiknek fejlettebbek a rajzsablonjai, már jobban hasonlít a valóságra, és van, akinek pedig tényleg pálcik ember szintű rajzsablonjai vannak. Amikor a tükör előtt elvileg megnézheted és megfigyelheted, hogy hogy nézel ki valójában, de rajztudás nélkül, akkor is a rajzsablonok jönnek majd elő. És azért rajzolod a sablonokat, mert még nem tudod, hogy mire kell figyelni rajzolás közben. És hogy mire jók ezek a rajzsablonok, és mire nem. A rajzsablonok egyrészt nagyon hasznosak kisgyerekeknél, mert ezeken a mintákon keresztül fejlődik a kézügyesség, annyira, hogy aztán a suliban megtanulnak folyóírással írni. És amikor pedig elérünk abba a korba, hogy már valósághűen szeretnénk rajzolni, akkor ezek a rajzsablonok elkezdenek akadályozni bennünket a megfigyelésben. Mert ahelyett, hogy megfigyelnénk, a sablonok erősebbek, és azok fognak előjönni a rajzolás közben is. És igazából ennek a látásmód változtatásnak a lényege az az, hogy trükköket alkalmazunk arra, hogy ne a sablont rajzold le. Igen, épp ezt akartam kérdezni, hogy amikor valaki ezt lerajzolja, megteszi, amit az előbb kértél, akkor utána mire kell figyelni? Így van, hogy tehát arra kell, amikor ez a két rajz megvan, akkor ugye az a cél, hogy össze arra ébresztjük rá az embereket, hogy hiába volt egy tükör, amikor elvileg megnézhetted magad, hogy hogy nézel ki, mivel még nem tudod, hogy mire kell figyelni, ezért a sablonok fognak előjönni, azok a sablonok, amiket amikor képzeletből rajzoltál, is ugyanazt rajzoltad. És ugye innentől kezdődik a tanulás, igazából ebből a ráébresztés után kezdődik a tanulás, hogy meg az a látásmód változtatás, hogy aztán most már tud, hogy mire kell figyelni, és aztán a valóságot rajzold le. És igazából ennek a látásmód változtatásnak négy
fontos eleme van. Az egyik ilyen a fejjel lefelé rajzolás, tehát hogy nem normál állapotban rajzolunk le valamit, hanem fejjel lefelé, ez a 180 fokkal megfordítjuk a képet. Azért, mert így az agy kevésbé ismeri fel, hogy mi az, amit rajzol. Nem is kell megfogalmazni magadnak, hogy mit rajzol, mert akkor újból a sablonok fognak előjönni. Arra kell rávenni magunkat, hogy figyeljünk, és ne fejből rajzoljunk. Tehát ez az egyik ilyen, ami fontos elem, hogy fejjel lefelé, ezzel csapjuk be magunkat, hogy ne is tudd, hogy mit rajzol. Pont ezt akartam mondani, hogy ezzel gyakorlatilag becsapjuk magunkat. Így van. Uh-huh. És ez is a cél, hogy csapjuk be magunkat, mert hogyha nem csapjuk be magunkat, akkor a sablonok erősebbek. Annyira erősek ezek a minták, mivel kisgyerekkorunk óta ezeket rajzoljuk, hogy már így felnőtt fejjel annyira berögzültek, hogy már szükség van olyan trükkökre, amivel a megfigyelést segítjük. Uh-huh. No és akkor menjünk tovább, a második szabály mi lenne? A második szabály azt úgy hívjuk, hogy kétharmad-egyharmad szabály. Ez a figyelem és a rajzolás arányát mutatja. Tehát, hogyha egy valósághűen szeretnénk rajzolni, akkor a teljes időnek, amit rajzolással töltünk, annak a kétharmad részét töltjük megfigyeléssel, és az időnek az egyharmad részét töltjük csak rajzolással. Uh-huh. Tehát, hogyha mondjuk egy teljes portrérajznak az elkészítésének a teljes ideje az 6 óra, akkor az idő kétharmad részét, azaz 4 órát töltünk megfigyeléssel, és csak 2 órát töltünk effektíve rajzolással. Ugye ez a 4 óra, ez elég hosszúnak tűnik, amire azt mondjuk, hogy rajzolással kell tölteni, vagy megfigyeléssel kell tölteni, de hogyha már ismered a rajzolásnak a menetét, akkor megvannak azok a pontok, megvannak az a sorrend, hogy mikor, mire kell figyelni. Ez nem úgy kell elképzelni, hogy akkor most ülök és 4 óra hosszat csak a lerajzolandó dolgot figyelem, hanem folyamatosan rajzolok és figyelek, de az időnek a több részét megfigyeléssel kell tölteni. Amikor már majd valaki gyakorlottabb rajzoló lesz, és tud ez menni, működni gyorsabban, akkor ez az arány lecsökkenthet a fele-felére, de soha nem lépheti át azt, hogy időnek a több részét töltöm rajzolással, és kevesebb részét a megfigyeléssel. Mert hogyha ez átlépít ezt a határt, akkor már az jön, hogy fejből rajzolok, képzeletből rajzolok, és megint nem a valóságot fogom lerajzolni. Tehát ez az arány minimum fele-fele, de amikor még kezdők vagyunk, akkor inkább többnek kell lenni a megfigyelésnek, és kevesebbnek kell lenni a rajzolásnak. Tehát akkor ez az alap pillére tulajdonképpen ennek a bizonyos rajztanulásnak. Ezt én nem tudtam egyébként, úgyhogy már megérte beszélgetnünk róla. Na de menjünk tovább. Igen, aztán ugye az, hogy ez a látás volt pontosan, hogy erről kezdtünk el beszélni, és van egy harmadik trükk is. Ezek a negatív tereknek a figyelése. A negatív terek azok olyan formák, amik a lerajzolandó dolog mögött és között helyezkednek el. És rajzolás közben ezekre a mögöttes lévő dolgokra kell figyelni, és ezekre kell koncentrálni. Tehát mondjuk, ha le akarsz rajzolni egy elefántot, akkor nem az elefántra kell fókuszálnod rajzolás közben, nem az elefántra kell irányítani a figyelmedet, hanem arra, ami mögötte van. És hogy miért? Azért, mert a negatív terek, azok mindig egy olyan amor, semmilyen sem hasonlítható forma, amire nincs rajzsablon. Tehát ezzel megint rákényszerítjük magunkat a figyelésre. Tehát ez az egyik fontos dolog, hogy mi hogyan tudjuk magunkat rávenni arra, hogy figyeljünk, és ne fejből rajzoljunk. Mert hogyha fejből rajzolunk, akkor ugye mindig a sablonok jönnek elő. Hát itt akkor megint csak becsapjuk magunkat a szó jó értelmében, és akkor így tulajdonképpen a látásmódunk is tud változni. Így van. Aztán van a negyedik trükkünk, ami megint ugye arra kényszerítjük el magunkat, hogy figyeljünk. Ez pedig a nézőpontváltások, hogy rajzolás közben nem elég egy dologra figyelni, folyamatosan nézőpontot kell változtatni.
három ilyen nézőpontváltást kell folyamatosan ismételni a valóság kirajzolás közben. Az egyik ilyen nézőpontváltás az, amikor a vonal megfigyelésről áttérünk a negatív terek megfigyelésére. Aztán a második nézőpontváltás az, amikor a negatív terek megfigyeléséről elkezdünk megfigyelni a pozitív tereket. Aztán a harmadik nézőpontváltás, amikor az egyszínű formákat kezdem el figyelni. És ez a három nézőpontváltás, amit folyamatosan gyakorolni kell, vagy folyamatosan ismételni kell. Egyébként ez az utolsó pont, ami legnehezebben szokott menni. Van, akinek több időre van szüksége, hogy ezt el tudja sajátítani, valakinek hamarabb megy, hogy mik ezek a formák, amiket meg kell látni. De hogyha most ugye egy szóval kellene válaszolni az eredeti kérdésre, hogy mi ez a látásmód pontosan, akkor azt mondanám, hogy a formákat kell észrevenned, és a formákra kell figyelned. Tehát ez az egésznek a lényege, és ezt kell megtanulni, hogy formákra kell figyelni. Értem. Biztos, hogy nem egyszerű ezt, de hát ebben te vagy a szakértő. Egyébként általában tényleg az utolsó az, ami a legnehezebben megy mindenkinek? Igen. Ugye szokták azt is kérdezni, hogy akkor most például ugye az első trükk volt a fejjel lefelé rajzolás, hogy akkor most mindig fejjel lefelé kell lerajzolni. Nem. Ez addig szükséges, ez a fejjel lefelé rajzolás, amíg a nézőpontváltás nincsen készségszinten. Mert hogyha már ez készségszinten van, és pontosan tudod, hogy milyen formákra kell figyelni, akkor teljesen mindegy, hogy normál állapotban rajzolt, vagy fejjel lefelé rajzolt. Hogyha már például eljut odáig, hogy élő modell alapján is rajzolt, emberi arcokat, nem fotórod, akkor ugye nem kérheted meg az illetőt, hogy álljon fejjel. Ez egy rávezető gyakorlat a fejjel lefelé rajzolás, de a legfontosabb szerintem ebből az egészből, ebből négy cikkből, az utolsó a nézőpontváltások, hogy tudd, hogy a formára kell figyelni, és hogy mik azok a formák, amiket nézned kell, ahhoz, hogy tudjál rajzolni. Értem. Hát nagyon szépen köszönöm, hogy egy kicsit a kulisszatitkokba beavattál engem és a kedves Megszárdió hallgatókat, mert hogy szerintem azért nagyon-nagyon sokan nem tudták, hogy ez az egész hogyan működik. Így van. És ez a látásmód a lényege, és nem is a technikák, nem is a trükkök, hogy milyen eszközöket, vagy hogy milyen egyes eszközökkel hogyan kell bánni, hanem az első lépés, amit szerintünk meg kell tanulni rajzolás során, ez az a látásmód. Oké, rendben. No, kedves hallgatók, innen fogjuk legközelebb folytatni. Az elmúlt percekben, itt a Megszrádióban, a Boldog Percekben, a Valdodart képviseletében Dologi Andreát hallottátok. Andi, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál. Én is köszönöm. Szerbusz. Szia. Ezek voltak a Boldog Percek a Megszrádióban. Megszrádió. The Station. A műsor támogatója, jobb agyféltek és rajzolás szakértője a Valdorart. www.valdorart.hu